Az előadás előtt Gulyás Andrea kuratóriumi tagtól megtudtuk, a civil út küldetése, hogy felhívja a figyelmet az egyéni és társadalmi felelősségvállalás fontosságára az élet minden területén. A civil út alapítványnak van egy programja, az odaadó program, és ennek keretében valósul meg ez a mai előadás itt Karcagon, a Déréné Kulturális Központban. Nagy örömünkre, nagy az érdeklődés, úgyhogy ezért hoztuk ide, nekünk fontos az odaadó programban, az egy idősekről szóló program, nekünk fontos, hogy ilyen programokkal is gazdagítsuk az idős korúaknak az életén, és egy kicsit ismertessük megismertessük velük az odaadó programot is. Az odaadó program alapja az odaadó.hu weboldal. Nagy örömünkre szolgálna, hogyha a kedves nézők megnéznék ezt a weboldalt, mert több pillérre épül maga a program és a weboldal is. Egyrészt fontos hírek, videók, ismeretterjesztő anyagok vannak, amik időseknek készültek, idősekről, tehát számos hasznos információt szerezhetnek. Ezen kívül itt van egy szolgáltatói oldal is, ahol mi időskorúak számára szolgáltatókat gyűjtünk, és felhasználókat, időskorú felhasználókat, őket kapcsoljuk össze ezen az oldalon, hogy pontosan ez mit is jelent, hogyha mondjuk valaki itt Karcag térségében regisztrál szolgáltatóként, hogy ő számára fontos az idő, hogy időskorúaknak szolgáltasson, akkor ezen a weboldalon az időskorúak megkereshetik ezeket a számukra fontos szolgáltatásokat, az idősápolástól, a segítségnyújtás minden formáján, az asztalostól a vízvezeték szerelőig. Így épül fel ez a program, és hát ennek a programnak, mivel mi egy közösséget, egy odaadó közösséget építünk, fontos része az ilyen programok is, mint a mai itt Karcagon. A Magda a Szabó darabban az írónő minden magyar Magdája. A nő, a feleség, a szerelmes asszony mutatkozik be, aki rajongó boldogsággal élte életét, férje Szobotka Tibor író oldalán. Az előadás két szereplője Mészáros Tibor és Krajcsi Nikolett, produkciós vezető Porkoláb Gyöngyi.